Sziasztok, Zozok vagyok. Folytatom a Witcher 3 végigjátszást. Igen, az első látásra videóknak, hogy én elneveztem. Van még egy veszélye, hogy a... Szívesen játszok a játékkal, de ugye hát sokszor fáradt vagyok. És ilyenkor bizony az van, hogy a videós még önmagát is alul tudja múlni. Minden esetre most elkezdtem kávét inni, de be van készítve. És engedelmetekkel néha belekortyolok. Annyi mindent szeretnék megtenni még most a játékban, hogy hirtelen. De én amondó vagyok, hogy akkor folytassuk a küldetésünket, amikor ugye na, ki az? Ősatyák éje, ugye, hogy a sámánnak, sámány apjának a holttestét megkeressük. És, ja és bocsánat, aki, gondolom láttátok ott a főcím, tehát a játéknak a kezdő képernyőjén, hogy igen, tehát 1.04-es patch van. Ezt is köszönöm, hogy szóltatok nekem. És akkor jobban ráfigyeltem, rákészültem és letöltöttem a patchet, amely sok hibát javít, sőt azt mondják, hogy a grafikája is valamelyest szebb lett, illetve stabilabb lett a játék, stb. És akkor viszont nem tudom, hogy mi hol vagyunk most pontosan. Jól tudom, aha, igen, itt vagyunk már a Árvák falujában. És ugye, ősatyák éje küldetésünk van itt, illetve van majd egy olyan küldetésünk is, amikor a banyákat kell... Nem a banyákat, bocsánat, azt a szörnyet kell megkeresnünk, és lehetőleg meg is ölnünk. Illetve még jött egy olyan info a játékhoz, hogy a héten jön két ingyenes DLC, és hát nem kell ugye túl komolyra számítani, kapni fogunk valamilyen küldetést, illetve, hogy Yennefernek lesz valami alternatív kinézete, skinje. Az mondjuk elég buta szó, hogy skin. Mindegy, maradjunk annyi, hogy lesz egy alternatív kinézete, szerintem az tökéletes. Oké, Zsoké. Nem, örülök, de ne! Figyelj, tesó! Nem kéne rám rohanni, jó? Egy kicsit hagyd, hogy kifújjam magam, összeszedem magam, stb. Így, hogy egyből rám rohansz, az úgy nem kóser. Nincs rendben, egyáltalán nincs rendben. Látsz engem, hogy... Oké, bocsánat. Pff, basszus. Gerald, váltsunk át Tignire, légy szíves. Igen, mert az ősatyák éjjele volt. És ott... Sőt, várjatok? Pillanat. Valami eszembe jutott, lehet, hogy itt... Nem. A karakternél is, hogy ki van véve az Ignél. Nem, be van rakva. Jó, oké. Jól van. Akkor az maradhat. A mondó vagyok. Na most! Most van a rendes csata, gyertek! És ugye iszonyat óvatosan is ésszel kell harcolni. Hatos szintű az igaz, de sokan vannak. Sokan vannak. És tudjuk, hogy egész keményen rám tudnak csapdosni. Szeretetből, természetesen. Szeretnek engem, szeretik Geráldot. Az. Na. Oké. És biza észnél kell lenni. Illetve hát megint észrevettem azt, hogy tegnap már megint így este felé, meg vacsora után már bizony már egy kicsit ingerültebb vagyok. És ez meg is látszik. Hát ugye még így is próbálom magam kulturált keretek között tartani, de azért hangzik egy fölcsattant szó, egy kis nyucikád, egy kis B betűs. Oké, gyere. Ez az. És komolyan, hagyjál békén. Nem láttad, mi történt előbb a barátaiddal? Társaiddal? Családoddal? Nem tudom ki ez. Fajtársaiddal.
Na, mindegy. Hát ezt el kell fogadni, ez így működik. Én azért szoktam azt figyelni, önkontrollálni magam, hogyha valamiért is ideges vagyok, akkor azt a cselekvést abba hagyom és igyekszem lenyugszani, lenyugodni. Én nem szeretek például másokat megbántani, én inkább olyan vagyok, hogy ha megütnek, tartsd oda, vagy mi dob vissza kenyérrel, meg tartsd oda a másik orcádat is, meg ilyen kis okosságok. Van ott egy felkiáltó jelünk. Így lesz, így lesz, így lesz. És te mit keresel itt? Na, beszéljünk csak velem. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. Mesélj még a szörnyről. This monster, tell me more. Only seen it once myself. And that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Hasonló, hasonló, bizony, hasonló. Akkor lehet, hogy mentenünk kellene. Humanoid, nocturnal. Emberi forma, éjszakai lény. First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. Segíthetek, de ára van. Hát ez csak természetes, mert azért vicserek vagyunk. I can help for a fee. Of course. Why even an ox don't pull a plow for free. Köszi. Ennyit tudtok fizetni. Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay exactly? Hoho, megint tudunk alkudni. Bónusz érték, vérső, bosszúság szintje, mennyi ez? 242. Általában nem nagyon sok szoktunk, ugye nagyon sokat rárakni, mondjuk legyen 20 oren, az 250-62. Próbáljuk meg 20 orennel. Oh, master, you value your services dear, but so be it, I'll agree to that. Jó, hát akkor... ideje neki fogni. Illetve lehet, hogy akkor a későbbiek folyamán lehet, hogy még akár 100 orennel is följebb tudjuk srófolni az árat. És végül is vicserek vagyunk. Van, amikor ingyen segítünk, de általában mi pénzért dolgozunk. Na. Srácok, azért van itt egy olyan dolgunk, hogy a bestáriumot basszus. Angyalfik, megátkozottak. Nem hiszem, hogy itt bármelyikkel is ő lenne. Szerintem ő ismeretlen lesz. Necker, biztos, igen, tudom, őt már láttuk. Szellemlények, biztos, hogy nem. Vadállatok, biztos, hogy nem. Nagy agyara van, izzó szeme. Fú, basszus, ez valami démon lesz. Na mindegy, majd meglátjuk, illetve bocsánat. Van még itt egy más, majdnem, szereplők. Most nem tudom, hogy kinél lehetett bármilyen frissülés, mert azt most elfelejtettem. Szerintem őt olvastuk, illetve ha nem is, de akkor ez nagyon tetesen kiderült. Anna Stranger, ugye, őt mentjük majd meg, reményeim szerint. És ha minden igaz, akkor itt nincs frissülés. Illetve még a felszerelésnél érdemes lenne megnézni, de ott sincs frissülés. De jó, azért csak leülepedik itt a sok info, és akkor már tudom, hogyha van frissülés, akkor azt jelzi nekünk a program. De még egyszer mondom, lehet, hogy az valami frissítéssel került bele. A franc sem emlékszik, még mindig nem néztem vissza azt a videómat. Egy régebbit. Na, oké fiúk, lányok, és csináljunk egy mentést is. Mit szólnátok hozzá, mert most már elég sokat bandukoltunk, és a mentés az ingyen van, hál' Istennek. Na, viszont mi először szeretnénk megcsinálni
az ősatyák éje küldít, és utána ugye váltunk át majd a másik küldetésre. Hát ahogy nézem, hogy itt szerintem, igen, szerintem ők ki tudva lesznek nekünk, nagyon keményen. Bűzdémon! Oké, Geralt, akkor ugrás, ez az. Szedjük össze magunkat! Basszus, kicsit később nyomta meg a gombot. Nekük nem, ők máshogy csapnak. Sokkal előbb kell tőlük elugrani, hosszabb a kezük, vagy én nem tudom. De... egy kicsit előbb kell reagálnom. Na nézzük csak, hopp! Nagyon jó ez, hogy így táncolunk körülöttük. A minden izgal már csak egy van. Hopp! Felézi mi. Illetve valószínűleg, hogy ez a napom ez olyan lesz, hogy sajnos lehet, hogy bele fognak zavarni jó párszor a felvételbe, de játszanom kell, mert egyszerűen nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a játékkal kapcsolatban, ugye sok mindenre. Legfőképpen az, hogyha lesz egy kis időnk, nyugalom lesz. Egyrészt ugye elkezdik felkutatni a pályát, kérdőjelek, különféle ilyen teljesen mellékes feladatok után, illetve az erőhelyeket is felkezdjük felkutatni, mert ugye attól, onnan kapunk ugye különféle pontot, és bizony ugye az is teljesen kiment a fejemből. A másik pedig, hogy szeretnék elmenni Kármonembe és megnézni azt, hogy a hajóval akkor tényleg lehet-e gyors utazni. Ugye erre volt nekünk egy... Hoppá! Even where the pillar smashed his head in. Ennyi volt. Incinerated. That ought to get the specter to leave. Okay. Ha minden igaz, be van rakva az a csapda, hát csak át kell váltanunk. És csapda, tudjátok. Igesd el a sámán napjának a holtest. De hogy? Simán csak mondjuk Igniellel? Na, bocsánat, már ez már sokszor volt Geralt. Tehát simán csak az Igniel, a gyerek. Leave the world of the living. Aha. Never return again. Küldetés frissített, beszélj a sámánnal. De mi nem beszélünk a sámánnal, hanem ha már itt vagyunk... Jaj, bocsánat, de elfelejtettem. Így van. Először még el kell mennünk a előjárónak és beszélni a falu gondjáról. Hát azt nem tudom, hogy mennyire... ér rá akkor az a küldetés, mert vágjátok, ez akkor nem sürgős. És hát mondjuk azt nem tudom, hogy Anna, az Annának a megmentése az mennyire sürgős, hogy tényleg figyele ilyenekre a játék. Találkoztunk már ilyennel, ugye? Ilyen küldetéssel, ami sikertelen küldetés lett. Na, beszéljünk a sámánnal. Látjátok a sámát itt a közelbe valahol? De nagyon messze van. Ő az, ugye? Igen. Akkor viszont elmegyünk. Hoppá. Ha már itt van a hajócska a közelbe, srácok, akkor én elnézek oda. Lehet, hogy még most nem fogunk elmenni, habár szerintem van időnk. Lehet, hogy elugrunk Kármorembe. Ha nem jön össze, ha valami bukta van, akkor még mindig visszatölthetem az állást. Már csak azért is, mert ez fontos. Hogy ugye Annát én szeretném megmenteni mindenféleképpen, mint ahogy ugye szintén itt a családi ügynél szerettem volna, hogyha azt a kis szörnyfiókát ugye jó útra tudjuk téríteni. Szegény. Jó útra tudjuk téríteni. És ugye nagyon izgultam is azon a küldetésen, hogy most itt becsúszott egy-két szitok szó, meg mérgelődés. Hoppá, Rézimi. Szörnyfészek. De, ne, Geralt, tehát... csak egy ki tudjuk kerülni, basszus. Na. Hát akkor szörnyfészek megoldás lesz, mert azt szintén nem akarom megpróbálni, hogy beugrok a hajóba, és akkor ugye ők meg rám támadnak. Volt már ilyenre példa. A gyerek.
Hoppá. Egy darab fej. Gerált, sokan vagytok, basszus. Ez az, égjetek. Büdös banda. Figyelni kell az életenünkre, Gerált. Ugorj egy kicsit távolabb, és együnk egy szállított halat. Nyomi. Gyorsan. De... az Isten verje meg, hát olyan... lassan akarja Gerált ezt a tüzet el... lőni. Ó, basszus gyerekek, hát ennyi volt. Azt a mindenit... Nagyon-nagyon hosszú kezük van nekik, azt kell mondjam. Nagyon hosszú kezük van. Jaj, bocsánat. Nagyon hosszú kezük van, és nagyon észnék kell lenni. Nem baj. Kezdjük. Hú, azt mondja, hogy... észnék kell lenni tényleg, de egy kicsit hosszú kezük van valahogy, tehát hogy nem érzem még pontosan a távolságot, hogy akkor hogy kéne ugrani, mikor kéne ugrani. Egy kicsit úgy érzem, hogy ilyen, mint a túl hosszú kezük lenne, és még olyankor is elér a karmolásával, a csapásával, amikor szerintem már nem kéne. De mondjuk ti ezt szerintem így sokkal jobban... beszélsem, mert sokkal jobban visszatudjátok majd nézni a videón. Amikor ugye... nézitek. Ilyen egyszerű. Jaj, bocsánat. Mit is akartunk, Geráldó? Ide jönni a hajócskához, Geráldó. Geráldinho. Azt nem akarom a Geráldinho-t, mert azt nem szeretem, mint... mint embert nem szeretem azt a focistát. Habár jó focista, de mint embert nem igazán szeretem. Lehet, hogy mondjuk ha ő megismerne engem, akkor meg ő nem szeretne engem. Tehát ezek vittek vagyunk, úgy gondolom. Na, akkor fiúk, lányok, újra szörnyfészek. És hát igen, tehát úgy gondolom, hogy jó lenne ezt elpusztítani, ha már itt vagyunk. Ugrik egyet felém. Basszus! Na jó, tehát ennyi. Azt a mindenit. Ilyenkor értelemszerűen, mikor megcsapnak. Ne, légy szíves! Kérlek, szépen! Ilyenkor basszus nem tudok tőlük elmenekülni. Azt a mindenit, ez folyamatos menekülés. Ő hogy halt meg például? Mindegy, érdekes. Jó, ilyen ne akadjunk fönn, mert ez most nekem nagyon jól jött. Ó, gyerekek, oké. Ezt nézzétek meg, hogy mennyi van. Együnk. Basszus. Ez nagyon durva volt. 7 perc alatt... le, csapdosnak tényleg nem vette le készet, a szemét disznó. Ó, azt a mindenit. Itt megint amúgy nem éreztem azt, hogy elért volna a törny. Na mindegy. Vagy visszanézitek, vagy látjátok, és akkor leírjátok. Fú, basszus. Én nem is tudom, szerintem jó, akkor hagyom, mert ez most már sokadik próbálkozás. Megpróbálok beszállni a kis hajóba, és elhúzni onnan a belemet. Tehát ez egy csapat szörny, basszus. Mit kéne? Bombát? Mondjuk bombát lehetne nekik dobni, de az a baj, hogy a bomba az kellene a szörnyfészek elpusztítására is. És lehet, hogy nekem most éppenséggel nincs annyi bombám. Nem tudom, hogy annyi bombám van. Egy biztos. Na mindegy. Nehéz. Nagyon kemény a harc, de nem adjuk föl és nem állítjuk vissza a nehézségi szintet. Meg kell szokni és óvatosnak kell lenni, és ki kell tanulni a harcnak minden csinyát, binyát. Legfőképpen az, hogy most megint bejelöljük a mi kis hajócskánkat, és oda fogunk menni. És ha most sem sikerül, akkor meg felül kell bírálni a döntésemet, és másfele próbálkozni. Akkor hagyjuk a fügyfenébe ezt a hajót, gyerekek. De én most szeretném kipróbálni ezt a Kaermonen-es dolgot. Igen, írták, hogy hú, szebb lett egy kicsit a grafikája. Hát, gyerekek,
Ez ember legyen a talpán, basszus. Ó, de durva! Ó, de durva! Igen, igen, az a felhő, az robbanós. Kifosztás. Szörnykanom, szörnyfül. Van még ilyen valahol? Láttok ilyen kipárolgást? Ott van. Ott van ilyen kipárolgás. Jó lenne, ha akkor utánam jönnének ezek a kis buták. Ez az. Oké, hát egy picit én is beleértem. Se baj. Sebzett rajtuk? 7 vagy 9-es szintű? 9-es. Akkor bizony, persze, hogy azért vigyázni kell itt velük. Akkor persze, hogy vigyázni kell velük, basszus. Egyrésztről, mert sokat nagyot sebeznek. Oké, Gerald, menjünk be a vízbe. Sőt, tudod mit? Ússzunk. Tehát akkor persze, hogy vigyázni kell. Vízbe lehet enni? Ó, mert simán, miért ne lehetne? Én is tudok vízbe enni. Oké, szörnyfészek. Hát már nem sok van, már 2 kinyírtam. Ú, de azért még sok van. Na jó, akkor mászunk bele a hajócskába, én a mondó vagyok. Akkor azt kell figyelni, hogy... hogy ne támadjanak nekem. Jó. És akkor hogy lehet például, valamit mondott, hogy a hajó, az lehet, a hajót lehet használni gyors utazásként is. De hogy? Itt nem látok, hogy megjelenne bármilyen ikon. Itt van a kormányrud átvétele. Menjünk is egy kicsit távolabb, a mondó vagyok. Menjünk Gerald, basszus. Jó, és hát van egy nekem egy olyan tippem, hogyha lenyomom itt a világ térképet, és mondjuk ide megyünk, hogy Kármoren folyó. Hát szerintem oda tudunk menni, nem? Ott van a folyó. És akkor ez egy folyó lesz. Nem, az egy tó. Hát akkor én basszus, akkor én nem tudom, hogy ide akkor nem tudunk ide menni. Úgy láttam, hogy mintha itt lenne egy folyó, ami így ugye hogy mögé megy Kármoren. Várjatok? Itt folyó. Hát itt meg nincs hajóikon. Hajóikon, útszakaszpont, hajóval utazhatsz tavakon, tengereken, zoom, világtérkép, navigáció, oldalváltás, szűrők. Nem látom, hogy itt ugye megjelenne a gyors utazás, basszus. Na akkor hogy jutunk ide viszont? Viszont a hogy jutunk ide? Érdekes, hogy emlékeim szerint, amikor néztem ezt a térképet, akkor itt fönt volt. Az a fekete... téglalap, most meg itt akar be. Na mindegy. Úgy néz ki, fiúk, lányok, hogy nem tudom, hogy jutunk majd el így Kármoronbe. Lehet, hogy majd később kapunk meg valami feladatot, vagy bármit. Egyelőre én itt nem látok semmi lehetőséget. Na mindegy. Akkor is, akkor már maradjunk a hajócskában. És menjünk a sámán fele. Bár ez most egy kicsit lassabb út lesz. Pillanat, viszont... gyorsítás, tartás, elhagyása. Viszont... nézzük már meg azt, hogy vaj... hova kell mennünk? Ide. Ott van egy kikötő. Az mit jelent? Gyors utazás ide, nézzétek? Tehát a kikötő... hajóhoz... nincs, hogy gyors utazás, de viszont a kikötő az adja magát. Hát kikötő... kikötő merre van? Azt is el tudom képzelni, hogy hirdetőtábla... Nem látom azt, hogy Kermoren ezen a térképrészeten itt bármilyen szinten is megjelenne. Már csak azért is, mert a kékhegységet szerintem az összetévezhetetlen bármivel is. Na mindegy. Egyelőre akkor a Kermoreni... projektet, azt eltoljuk. És megyünk a kikötőbe. No, hát akkor ezt erre is rájöttem. Lehet, hogy amúgy ezt mondtam, csak ugye én már nem nagyon figyeltem arra a kiírás, hogy hogy is lehet hajóval gyors utazni. Nem? Bocsánat, csak teljesen ki fog hűlni a kis kávécskám is, annak én nem örülnék.
Nézzük meg a térképet, hogy hol kössünk ki. Hát akár már itt is kiköthetnénk. Mondjuk ott valahol. És ezen a részen nem is látunk, sőt ott van valami... Van valami sziget, ha jól látom. Ó, basszus. Ja, nagyon jó. Pú. Nagyon durva helyszínek vannak benne, és nagy tényleg, tehát. Tudom, persze, hogy valószínűleg ugye, hogyha úgy tényleg hosszában most így ennek a térképnek így végig lovagolnánk kérésszel, vagy kárásszal, hogy... Menjünk, Geralt! Ne, elég légy szíves, nem akarok harcolni, mert mondjuk hatos szintű... Figyelj! Mi lenne, ha... Egy kicsit leállnál, basszus. Hatos szintű neked, nem hiszem, hogy azzal nekem problémám lenne. Habár ugye volt már ugye olyan szörny, ami nem volt magas, és hát mégis szétszette a mi kis seggünket. Na jól van, menjünk akkor a sámán fele. Lehet, hogy iparipánkat ide hívom, és egy kicsit rákapcsolunk. Ó, ez nem fog összejönni. Azt nem tudom, hogy vadkutya vagy farkas, szerintem valami vadkutya. Gyere ide, kérész! Kárász, kérész, gyere ide! Lá, nem fog ide jönni, basszus. Egy ilyen szintű, jól láttam? Na jó, hát akkor ne teljünk rá. Valahogy így kéne, Geralt. Szedjük össze a cumókat. Nem tudom, mi van nálunk, hogy rothadt hús vagy... Vagy rendes hús, mert a rendes hús az még jó lesz. Na. A rendes hús még jó lesz megenni is. Kutyafagyú. Szedjük össze, legfeljebb eladom, ugye? Nyers hús, nagyon jó, tökéletes. Ez az. Tökéletes, lesz egy csomó kajánk. Nem kell kaját venni. Hey, oda nem akarunk oda menni. Felesleges. Lehet, hogy pont, basszus pont észrevett. Ez az nyers hús. Oh, na, akkor gyere! Tavagy, most miért kellett ezt neked? Nyers hús. Keszeg, vagy mi a blog neve, basszus? Keszeg, na végre. Gyere. Move it. Remélem, hogy... Not so fast, Roach. Ha remélem, hogy itt most már nagyon akkor több küldetésünk nem lesz. Habár jó legyen, hát most tök mindegy, vágjátok, csak úgy most akarnék haladni a Annás küldetéssel, mondjuk az a mocsári szörnyet jó lenne valahogy leverni. Nézzük. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Láttátok? Fehér farkas, bölcs farkas, ugye? Tessék engem is. Fehér zozóka, bölcs zozóka. Oké, falusiak gyakran jönnek, ezt kérdeztük tőle? Nem tudom, nézzük. Folk from the village come here. Nem rémlik. Oh, when help they need, the Pella they seek. Help with what? With the dead that come a haunting. Peace must be made. But they must then wait for forefathers. Ami most nem sikerült. Or when an evil spirit runs wild in a homestead. Drive the spirit off the Pelican. And if I needed, say, a love potion? Then to the witch you would be sent. Not a matter for the Pella, that. Hm. Illetve jut eszembe, hogy most értem, srácok, annak a végre, hát szinte azon mióta megvan a Witcher 3, azóta szerintem a gép nem volt kikapcsolva, csak ilyen, tényleg ilyen rövid időkre. Ugye egy az, hogy játszok, meg állandóan ugye, amikor nem játszok a géppel, akkor megy a kódolás ezerrel. És most értem utol magamat olyan szinten, hogy az a nagy action ugye, az ilyen 60-70 gigányi anyagot vesz föl, és azokat hál' Istennek most sikerült elérni magamat és letisztázni, és most már egy kicsit nyugodalmasabb lesz az az a menet, hogy ugye a Avermedia ugye nem dolgozik olyan nagy fájmérettel. Körülbelül ilyen 5-szörös, 6-szoros kisebbségű tehát mínusz 5-szörös, 6-szörös mérettel dolgozik. Na, megtaláltam apát, hol tessék. Bocsánat. Had to burn it. Good you did. Return for me, ye would have.
Ezeket ugye azért mondom, mert hát ezek mind technikai infók, és akárhogy is nézzük, ez technikai sport is. És hát, ha valaki ugye küzd ilyen olyan problémákkal. Tényleg megölted az apádat, megkérdeztük? Ghost's not likely megölte. To come back. Thank you, Witcher. A reward for you. Azt mondjuk nem árult el, hogy miért. Lehet, hogy mondjuk itt alkalmunk lett volna megint megkérdezni. Szuper, nagyon jó. És akkor... Jó. Hirtelen megijedtem, hogy itt valami kis gondunk van, de nem. 50 korona, szuper. És akkor nézzük meg. Szuper. Tehát, hogy... Nézzük... Ja, azt megkérdeztem, bocsánat. Jó, tehát mutasd az árut. Egyrészt, hogy mit tudunk neki mi eladni. Szívem szerint ugye semmit, ott nagyon semmit nem adnék el. Innen meg szintén semmit. Mi van nála? Cherzed Dragon... Dragonida bőr, Dragon... Drakon... Drakonida. Az nem tudom, hogy mi, de jegyezzük meg. Nigredo. Van Nigredonk? Basszus, nem tudom. Mennyibe kerül, bocsánat? 90 korona. Nigredo. Az a baj, hogy nem tudom, hogy mi az a Nigredo, basszus. Éter. Rece, északi szél, az nem volt valami szörnyi megemlítve, mint bomba? Recept a célpont eltalálás után felrobbanó bomba készítéséhez. Elég drága. Fú, basszus. Ajaj. Nem tudom, ez lehet, hogy... Nem, az baj, nem emlékszem pontosan. De mintha olvastam volna valamelyik szörnyi ilyen északi szélbombát, hogy az jó ellene. Na, mindegy. Elég drága sajnos. És ki tudja, hogy még ürügye nekünk mire kell a lóvé. Ötödik eszencia, Optima Mater, jó. Mi van még itt, ami így ránézésre nekünk nagyon jól jönne? Fákja. Jó, vegyünk egyet tartalékba, jó? Vegyünk egyet tartalékba. Nem tudom, hogy az a fákja, ami nálunk van, az fogyóeszköz. Hát mondjuk meg tudom nézni. Hát, ha tartozik hozzá... Hát, ha tartozik hozzá egy olyan... kiírás, hogy mennyi a durability-e, ugye? Tehát mennyire van elhasználódva, de nem látok semmit. Jól van. Törzspiritusunk van dögivel, tehát alkohol szerintem megint nem kell venni. Foszfor. Nagyon sok mindenféle ilyen cumó van nála. Ezeket jó lenne megjegyezni, ezt a Nigredót, meg az, hát a éter az annyira nem. Bár lehet, hogy valamihez az fog majd kelleni, éter. Északi szél. Nem, egyelőre nem. Nem költöm a pénzt. Ez mi az, hogy alkimia? Ja, hogy itt egyből meg tudom nézni, hogy mi a nagy helyzet. Zöld mutagént. Ha, azt is tudok csinálni. Ja nem, hogy tudok csinálni, hanem basszus, hanem össze tudom vonni őket. Hajrá! Hajrá, basszus! Igen, pont ezt néztem valamikor ugye, hogy van egy csomó zöld mutagénem, és azt ott ugye... hogy kell összevonni. Bomba, bomba, bomba. Ezzel a bombával már rendelkezel, a kartárs az biztos, hogy jó. 350 fizikai sebzés, hogy jó. Mi kéne hozzá például? Calcium Equium. Főzet, aranyori oriolé. Ellenállóvá tesz mérgekes, szemben is semlegesíti. Mik vannak egyáltalán nekünk itt? Van mindenféle párlatunk. Elementál párlat, farkasember párlat, fecske, fehér méz. Talán, ezt még át sem néztem, hogy milyen új italjaink vannak. Például lesi párlat. Erre se rémlik. Succubus villámfőzet. Ivern vízi banyapárlat. Növeli maximum okozott sebzést. Meg a korolajok. Jó. Na, haladjunk, fiúk, lányok.
So long. Őt mind akkor mindenféleképpen érdemes valamilyen szinten megegyezni. Mert hát ha szükségünk lesz tőle bármire is. És akkor megnézzük azt, hogy árokmély az merre van. Ott van, messze van. Akkor én pedig amondó vagyok, hogy nézzük meg ezt a fekete ágat. Basszus. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden kell felfedezni. Azt a mindenit. Nagyon durva. És ugye szeretnék akkor ezzel a küldivel is haladni, ha haladtunk vele, vagy ne adj Isten, be is fejeztük, akkor mindenféleképpen... Akkor mindenféleképpen... Amúgy kik vannak ott a hídnál? Sima polgárok? Boszorkányvadásznak nézem őket. Vagy... Nem, bárónak a katonái? A báró őre. Jaj, meg még a... Most nem tudom, hogy mi lett a báróval. De jó! Itt vágja a fát. Szívesen megvárnám, hogy tényleg kivágja, de szerintem nem. De még nem nagyon láttunk ilyen favágót. Így vágja a fát, ugye? Na. Igen, mit is akartam mondani? Ja igen, tehát hogy a báró akkor valamit, hogy mondod, ugye megcsinálják neki a annak küldetést, de hogy ő a lányát is... Lányával is akar beszélni. Szóval a srácok, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy most miben javult a grafikája Witchernek. Lehet, hogy majd amúgy írják. Itt van egy boltos. Bocsánat, kereskedő. De aranyos vagy. Mit ajánlsz? Show me what you've got on offer. Hát nem sok mindent. Mi ez? Adalbert Germit első térképe. Kövesd a nyomokat egy térképen, Witcher. Azonnal megveszük, nem érdekel mennyibe kerül. Ötödik eszencia nem kell. Vegyünk, mennyibe kerül? Sok. 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 Egyelőre mi ugye még nem vittük túlzásba a italok készítését. Tényleg csak a legszükségesebbeket készítettük el. So long. Felszerelés. Basszus, hova került be? Aha, itt van, küldetés tárgy. Kövesd a nyomokat a térképen Witcher felszerelések megtalálásához. Adalbert Germit első térképe Slavko Atimstein professzor irányítás alatt munkálkodván négy helyet találtam, melyeket a Witcherek macska iskolájának vésett szimbólumával jelölték meg. A piktogramok egyeznek azokkal, amelyeket a Novigrádi templomsziget alatt, kuzodó barlangokban találtunk. Valamennyit jelöltem ezen a térképen. Adalbert Germit, az Oxenfurti Akadémia Természettudományi Karának adjunktusa. Hó! És akkor lehet, hogy például az most az összes Witcher iskolának, amit ugye négy van, nem is tudom, ugye a kézikönyv szerint, és ezekésen pontosan én sem tudom, hogy pontosan hány Witcher iskola van, mindegyiknek megtaláljuk majd a cumóit. Viper acélkard. Eladtam én azt az ezüst kardot? Lehet, hogy nem kéne eladnom nekem ilyent, hogy ott van szerintem. Basszus, nem már. Ez az analóg. Aha. Lehet, hogy ezeket nem kéne eladnom, hanem meg kellene tartani, mert hát, ha számít az, hogyha mindegyiket megtanulod, és akkor mondjuk, nem tudom, kapunk valamit, vagy megdicsér minket a játék, vagy bármi, vágjátok. Tehát ezzel nem vagyok én
Ebben nem vagyok biztos, hogy ezteket a kardokat nekem majd jó ötlet lenne eladni. Gyors utazás. Ugye, és akkor megyünk ide. Itt egyből itt van egy szörnyfészek és sárkányölő barlang? Nem már, nem már. Akarok oda menni, basszus kulcs. Na mindegy, megnézzük meg. De... Összör mentünk egyet. Oké. Na. Úgy gondolom, hogy igen, tehát gyámembernek nincs hazája, de viszont azért legyünk óvatosak. Ezt az egyik ilyen PS4-es barátom torogat rám amúgy ez a... Ő szokta mondani. Gyors utazás ide. Na, nézzük meg, mennyi időnél járunk. Szerintem már csak annyi időnk lesz durván, hogy beszéljünk itt a falu előjárójával, aztán lehet, hogy utána már maga a főküldi, az majd kicsit későbbre megy. Aha. Új küldetés. Nos, és akkor beszéljünk árok mély. De azt hiszem voltam már ide, gyors utaztam már ide, úgy emlékszem. Nem itt van itt valahol a sárkányt, itt megláttuk, vagy hát így messziről nézve elég nagy madárnak látszott, és ezért gondolom, hogy sárkány. Ott van mi kis nagy madarunk, basszus. De aztán lehet, hogy nem sárkány, mert Geralt azért leírja azt, hogy bizony vannak azért ilyen nagy gyíkszerű lények, és könnyű összetéveszteni őket a sárkánnyal. Én úgy gondolom, hogy majd erre lesz még alkalmunk, hogy kiderítsük és megkérdezik tőle, hogy te most sárkány vagy-e? De szívem szerint ezt most nem tenném meg, hanem egy kicsit később. Egyelőre haladjunk a küldünk fele. Ugye a falu árokmély előjárójával beszéljünk. Megpróbálunk minél jobban arra haladni. Így legyen ez sem. Igen, oda is majd egyszer azért föl kellene menni. Mondjuk elég gyanús, hogy ott köröznek fölötti a madarak. Oh-oh! Itt van a mi kis folyónk, ha emlékeim szerint, ugye? Aha, akkor menjünk itt le. Óvatosan, Geralt. Ez az. No, talán, ó, de jó, de nagyon hiányzik. Nagyon tetszett nekem, emlékszem a Witcher 1-be, Vizimába, hogy füstöltek a házaknak a kéményei. Nagyon jó volt. Itt meg föl se figyeltem rá, csak úgy most itt ennél, nézzétek. Tök jó. Akartam egy rossz viccet elsütni, hogy a fehér füst mit jelent. Aki nem tudná, ugye a pápa választással kapcsolatos. Azért milyen durva gyerekek, nem? Hogy annál a boltosnál találtam meg azt a tervrajzot, vagy micsodát. Azt mondja, hogy itt van valahol nekünk egy boltos. Bocsánat, kereskedő. Milk, freshly curdled milk. Egg straight from the coop, nary a trace of shit on him. Baja. Itt szólna egy kártyapartihoz, mit árulsz? Show me what you sell. Kaja. Na nézzük, mi van, rothadó hús nem kell. Rozsvot kell. Szerintem semmi kaja nem kell tőle. Épp fölvettünk nagyon finom nyers húsit a kutyusoktól, tökéletes lesz arra, hogy Geralt befalja és attól nőjön nekünk vissza az életerünk. Tökéletes lesz. Jó, a falu előjáróját keresem. Árok mély falu. Van vagy párház. Na jó van, beszéljünk vele. Greetings. Haladjunk a küldivel, gyerekek. Mi háborgatja a falusiakat? Nice village. Aye. A real pearl of the swamps. If you say so.
You get by all right? Aye, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? Aye, master. I didn't know you belonged to them. Senkihez sem tartozok. Ezt ne árulj el neki. Örülök, hogy értjük egymást. So you know who sent me. Good. Easier that way. Forgive me. I didn't know you came from the Ladies of the Wood. They help you often? From the time of his cutting, every man is theirs. They be harsh mistresses, but they're fair. Just. Nyilatkozásodétől fogva. Nothing in life comes easy. Who drove off the plaguey heirs? Who gave us seeds to plant? Round the other villages, they be eating the soles of their boots, whereas we will. We get along well enough. Ha valamit valamiért, ugye? Láttad őket valaha? Ever meet the Ladies of the Wood? Never. They only shows themselves to the chosen. Perchance one day I too will be summoned. Oké, egy bizonyos fiatal lány látogatta meg. Hear about an ashen-haired woman meeting the Ladies of the Wood? I ain't heard nothing about that. Beg your question to the ladies, and they may answer. They knows all that happens in Velen. They got informers? The woods listen for them. A lone word at an ill hour can arouse their wrath, but they hear pleas and prayers as well. Once a swineherd lost a sow, sat and cried at the crossroads. The sow ran out of the trees as if chased by a devil, straight to the swineherd. Oké, térjünk rá a problémára. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke an ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied all. Fathers, sons, daughters and mothers. Folk are afeared to move them. You must go there. The dark powers must be cast off. Mióta van ez már így? When did all this start? 3 years back. Három éve. I remember, 'twas a warm day. Went to check the snares for game. Pulled a hair from me trap. It grew dark all of a sudden, though it was nigh on noontime. Thought it was a storm at first. A squeal pierced the air, near burst me ears. The hair rotted in me hands, and the leaves shriveled and yellowed, though it were yet the start of summer. Times have been ill ever since. Folks' teeth turn black as charcoal. Women folk fight like polecats, bawling and brawling over nothing. The young'uns born crippled. Lame, fear and cursing. Long have we pled for the ladies' help. Hát úgy néz ki, hogy asszonyok azért nem nagyon tudták ezt megoldani, és egy Witcherre vártak akkor egyrésztről, meg 3 éve kezdődött. Hát nekem jó, mondjuk akkor is voltak már háborúk értelemszerűen, de én úgy gondoltam, hogy most a Nilfgaardi háborút értette. Na, több részletet. Need more details. You must see for yourself. Me grand's mum whacked me crosswise for straying near the Whispering Hillock. But what happens there now is a wonder. A few times folk from round here gather to chop down the trees and burn the cursed soil back to use. None returned. The ground neath the weeds is white with human bones. Na jó, hát akkor körülnézünk. Ladies of the Wood don't know what this power is. They know all. Old Thekla claimed they'd be punishing us. Folks stop respecting them. Some even call them witches. But must not be they, for they sent you. I'll look around the Whispering Hillock. You be careful, Master Witcher. Don't ye treat this evil light. No, fiúk, lányok, nyomozd ki, mi öldösi árok mély lakóit, és valószínűleg tartom, hogy akkor ugye ő lesz az,
Van valami a szójegyzékünkben és a bestáriumban? Nézzük csak. Csak ennyi büzdémon, az még nem került bele? Azt a mindenit. Persze, hogy büdös, gondolod, hogy azért hívják büzdémonnak, mert rózsa illata van? Veszemér a vicserek farkas iskolájából. A büzdémonok bomló emberi testre emlékeztetnek, amelyről lenyúzták a bört, jelenlétüket azonnal elárulja, hogy az átható rott hadásszag, amiről a nevüket kapták, az éhinek, jó, éhinet akarok látni. Ha valaki nem tudná, az a Witcher 1-ben volt a tudom, harmadik fejezetben, vagy negyedik fejezetben, ott találkoztunk éhinekkel, kedvenceim. A büzdémonok különösen veszélyes fajtai, amiket az emberi hús utáni csillapíthatatlan éhségük jellemez. Jól van, és akkor nézzük meg itt a küldetéseket csak. 6-os, még mindig javasolt szint 6-os. Itt hát a Witcher belőle mocsolak benne, megmenti a... Megleli a leápi boszorkát, jó. Hát itt igazából ugye új nincsen. Nyomoz ki, miöldös járok, mély lakóit, és javasol szint 6-os. Tehát... Teljesen, és akkor ugye ő is van. Na, merem remélni, hogy akkor ez kettő össze fog függeni. Ügyi-bügyi. Illetve még én mit akartam itt nagyon megnézni, fiúk, lányok? Van már. Nézzünk csak rá itt a... Erre a táblácskára? Na. Így mi? Ugyanis kíváncsi vagyok arra, hogy hát lesz itt valami info. Bőrcserző, szarvas, farkas és medve bőrények nyúzása cserélése az áralkú tárgya. Szűcs munkát keres, szűcs és bőrműves 20 éves tapasztalat munkát keres, kisebb és nagyon megbízásokat elvállaló, bla 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 bla. Ez minket nem érdekel. Varrok és foltozok, na ez sem. Ha viseltes, megfoltozom, megvarrom, bestoppolom. Megjavítom, hogy jobb lesz, mint újkorában, nem érdekel, patkányfogó. Szabadulj meg a kunyhódban, és az udvar az egerektől. Nem beszéltünk mi a Witcher 2-ben valami patkányfogóval? Vagy ez ki volt az? Hú, basszus. Na mindegy. Már csak azért érdekes, milyen szabadulj meg egy kis felár, egy csúszomászó fajtát is elintézem. Gyors és hatékony a legfrissebb természet, ami nem árt a növényeknek. És a házi állatoknak, nem? A Witcher 2-ben valami ilyesmi névre emlékszem, és ott csapdát, az csapdakészítő volt. Eladó szekér, eladó szénál szekér, első tulajdonostól megkímélt állapotban. Alig használt pajtában tartott érdeklődj Metinél. De jó, nagyon durva. Szintrai szőnyeget adok élelemért. Hát srácok, akkor ezt már el sem olvasom, mert... vagy még figyeljük a lakóknak a beszédét. Esik az eső. Miért nem mentek be fedél alá? És nagyon durva. No, füst. Tetszik. Esetleg mondjuk megpróbálhatunk beszélni ezzel, azzal, amazzal. És hát, ha valaki... ...nél... Hát, ha valakinél beindul valamilyen párbeszéd. Hoppá, jöttek csak ide. Regember, nem, oké. Kiesi? Nem. Nem. Jó, hát akkor úgy nézem, hogy ennyi infóval kell mennünk. De... Meg térkép. Hát gyalog fogunk menni, úgy gondolom. El fogok indulni a célpont felé, srácok. Habár 14:51 van. Azra gondolok, hogy jó lenne valahol. Hát nem tudom, az a baj, hogy nem tudom, igen. Na, tehát arra gondoltam, hogy nem akarok éjszaka odaérni. Miért nem akarok éjszaka odaérni? Mert akkor természetesen nem töltődik vissza, ugye szép lassan az életerőm. És lehet, hogy például most szükségem lesz rá. De viszont aztán eszembe jutott gyorsan az is, hogy lehet, hogy teljesen feleslegesen is túl spilázom a dolgokat. Viszont uraim, én most elköszöntem tőletek, úgy néz ki, hogy mennem kell, nagyjából tök jó időben. Tehát, hogy mennem kell, majd találkozunk, akkor is folytatom a videózást. Most viszont jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!